Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör mai műsorunkban, innen a szülinapos létrából jelentkezünk, ahol először is megnézzük, hogy hogyan szépült meg a lépcsőház, aztán belehallgatunk Rákász Gergely koncertjébe, és beszélgetünk egy művész házaspárral is, Horgas Karinával és Szabó Zsolttal. Tartsanak velünk! Két éves lett a létra. A kezdeti lendület a programok terén egy kicsit visszaesett, de most a születésnap alkalmából egy napra kinyitott a kapuit a közönség előtt. 12 művész festette ki a lépcsőház falait, és a Möbius FM DJ-i zenéltek. Hogy eddig miért nem voltak, és hogy ezután miért nem lesznek, és hogy most miért volt ilyen megmozdulás itt a létrában, többek között erről is beszélgettünk a helység ügyvezetőjével, Tóth Marcival. Szeptemberben volt hivatalosan két éves a létre, amikor megnyitotta a kapuit. Most hát gondoltuk, hogy ezt mindenféleképpen meg kéne ünnepelni. Régi tervem volt az is, és még az alap krónikával, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a 12 lépésbe, mert nem véletlenül a 12 lépés a neve, le volt írva az, hogy mik a céljaink az elkövetkezendő három évben, amit a létrában el szeretnénk enni. És annak volt egy olyan része is, hogy a lépcsőházat interaktívvá és izgalmassá kell tenni, mert hogy nincs ebben a házban lift, és állandóan föl lépcsőztünk, még arra is gondoltuk, hogy az egész házat át kéne keresztelni inkább lépcsőnek. Körülbelül egy hónappal ezelőtt kipattant a fejembe, hogy na, akkor én ezt most a két éves szülinapra megcsinálom, teljesen nem is tudom, honnan jött az ötlet, hogy én most újra nyitom ezt a kocsmát csak erre az egy napra. Ott tulajdonképpen három nap alatt megvett a 12 festő, úgyhogy a pályázatot nem is írtam ki. És mondtam a srácoknak, hogy srácok, adom a festéket, adok nektek kulcsot, mind a 12 festő akkor jött be, ment, amikor csak akart, kaptak kulcsot. Leraktam nekik a lépcsőházba a festékeket, és a kötetlen időben bejártak, és volt aki éjszaka, volt aki nappal, állandóan. Van, aki volt, aki a lépcsőházban aludt, és amikor fölkelt, akkor folytatta tovább. Van 12 művész, Biacsics Renáta Renya, biztos mindenki ismeri, a Szent Kávé rajzszakkör egyik tagja, a Csató Csenge barátnőjével, ők ketten. Akkor Gál Diana, Kerner Miklós, Bodó Márton, sokan vagyunk, Zsint Bence, Ódor Bence, Kovács Kristóf, Kanics Dorottya, sőt még egy-két extra is becsúszott így időközben, mert voltak látogatók, akik így beugrottak, és annyira megtetszett nekik, hogy gyorsan ecsetet fogtak, nyilván előtte kértek engedélytre, és adtam is nekik. Nekik is elmondtam a szabályokat. A szabályok nagyon egyszerűek voltak. Ha vállaltál egy falat, akkor azt éltől élig kellett megfesteni. Ez 90%-ban sikerült mindenkinek. És nem maradhatott fehér rész. Ez volt a másik. Lehet majd szavazni ezekre a festményekre, és hogy akire a legtöbben szavaznak, az majd kap egy éves létre műtermet a műhely szintünkön. Annak idején egy nagyon nagy csapat összegyűlt, és egy nagyon-nagyon sok ember itt együtt elkezdett dolgozni egy ilyen nagy civil erőben. És úgy volt, hogy ezt a kocsmát nyitjuk meg utoljára. Először megcsináljuk a műhelyeket, mindenki elfoglalja a helyét, szépen mindenkinek megvesz a kis műterme, meg stb. És utána közösen megcsinálunk egy klubhelységet, amit a ház lakói közösen egy klubként használhatnak a hétköznapokban, de közös erővel csinálnánk programokat a nagy világ felé, úgymond nyitott programokat is, amire most gondolsz. Most ebből az lett, hogy a
kezdeti nehézségek miatt a bárt kellett megnyissuk először, illetve hát azt nyitottuk meg. A kocsma annak idején, amikor bezárt, az azért zárt be, mert nem tudtunk foglalkozni a háznak a többi szintjével. Mert tulajdonképpen az eredeti tervünk is az volt, hogy ez egy négyszintes alkotóház lesz. Ugye a létrának négy fokán, négy szintjén tudsz fölhaladni. És tulajdonképpen mióta nincsen kocsmai élet, azóta egyre nagyobb közösségi, úgymond alkotói élet van a házban. Tényleg azért dolgozok most már egy hónapja minden nap, hogy amikor az emberek idejönnek, akkor azt lássák, hogy ez még van, ez mi? Én azt hittem, hogy bezárt a kocsma, és akkor ennyi volt az a létra. De nem. Létra az működik. A létra az itt van, Pécs szívében, a tetjén. Tényleg. Én azt gondolom, hogy a létrának van jövője, hogy lesz-e kocsma, hogy lesznek-e ilyen nyitott programok, nem mondom, hogy nem. De biztosan nem lesz sok. De annál izgalmasabb. Rákász Gergely nemrég Pécsre is elért Mozart műsorával. A zsinagógában hallhattuk interaktív műsorát. Mozart idén lenne 260 éves, így ő köré építette műsorát Rákász Gergely. Mozart főként, ugye a ma este főszereplője, hiszen idén 260 éve született, és valóban 2,5 éve nem voltam utoljára a Kodály Központban 2014-ben, és azóta kétszer bejártam a világot, és most itthon vagyok újra Magyarországon, és nagyon örülök, hogy itt lehetek újra Magyarországon, mert csak így van lehetőség arra, hogy az ember ne csak Budapesten játszon, hanem tényleg szerte mindenféle helyszínen az országban. Ami várható Mozart mellett Beethoven, Bach, Liszt, Ferenc, és ami várható Mozart mellett, hogy egy év múlva körülbelül visszatérek, ugyanis most szent elhatározásom, hogy többet leszek itthon, és olyan körülbelül egy éves vetésforgóval újra és újra megjelenek Pécset, úgyhogy a jövő éves műsoromat is hozom, meg az utána éves műsoromat is hozom. Most Leopold Mozart elvitte a fiát francia turnéra, és Párizsban az ifjú Mozart hall egy gyermekdalt. Ezt a gyermekdalt úgy éneklik a francia gyermekek, hogy a vous direz je maman, azaz elmondom neked, kedves mama, és úgy folytatják, hogy hát arra próbálja rávenni az apukájuk őket, hogy racionálisak legyenek, de ez nem megy, mert ők az édességeket jobban szeretik, mint a racionálisságot. Ezzel az állásponttal egyébként én magam is tudok azonosulni. Aztán az angol szász világban is éneklik ezt a kis gyermekdalt, ott az ABC dalként ismerjük, és az elmúlt rendszernek van egy múlhatatlan öröksége, ez a télapó, úgyhogy mi magunk, magyarok is ismerjük ezt a dalt, úgyhogy hull a teljes fehér hó, jöjjön kedves télapó. Nálunk van téli vonatkozása, más európai népeknél nincs téli vonatkozása. Lényeg az, hogy Mozart felcsípi ezt a gyermekdalt, és elkezd rá komponálni. 12 variációt. Gyorsat, lassút, hangosat, halkat, durt, molt, és amikor már azt hisszük, hogy már nem tud már mit mondani, akkor még fogja a kétnegyedes, tehát a páros lüktetésű zenét, és háromnegyedessé, tehát páratlan lüktetésűvé változtatja, így fejezi be a darabját, egészen brilliáns. Játszom az egészet egybe, de önöknek is lesz egy feladat, amiközben hallgatják. Próbálják megsatszolni, hogy hány éves lehet ez a csoda gyerek, amikor ezt a művet komponálja. A műsor tehát nem csak abból állt, hogy Rákász Gergely eljátsza a műveket. Orgona játékát megszakítva zenetörténeti ízelítőt is adott, kérdésekkel bevonva a nézőt. A szóban forgó Mozart mű pedig így szólt a zsinagóga nagyszerű akusztikájában. Thank you.
Mozart mellett Liszt is évfordulós idén, hiszen 205 éve született és 130 éve hunyt el. Tőle van egy csodálatos fejhajtás Bach előtt, a BACH Fantázia és Fuga. Ezt játszom, és kettőjük között a híd, pedig Beethoven, hiszen egyik lába itt, ugye a bécsi klasszikában, a másik lába ott, a romantikában. Bach egészíti még ki őket, hiszen Bach nélkül minden orgona hangverseny egy kicsit ilyen félkarú óriás, ráadásul mindenki nagyon szerette. Tehát Beethoven is, Mozart is, Liszt is rajongtak érte. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai hangverseny nem csak úgy szól Mozartról, hogy játszom a műveit, de úgyis, hogy pont olyan színes hangvételében, mint amilyen az ő személyisége volt. Az idei műsor valóban színes volt, és ahogy ígérte, jövőre újra találkozhatunk Rákász Gergellyel. Hogy milyen műsorral készül, az még titok. Műsorunk hátra levő részében egy művész házaspárral beszélgetünk, Horgas Karinával és Szabó Zsolttal. Mindkettejüket valamilyen szinten az elmúlás érdekli alkotásaikban. Először a festőművész Horgas Karina munkáit vesszük korcső alá. Mostanában nagyon izgat a test és a lélek kapcsolata, ennek szeretném bemutatni néhány aspektusát a munkáimon keresztül, meg amiről már régebben beszélgettünk így a filmi világ, én sokat dolgoztam filmi képkockák után, hogy hogyan lehet egy eseménysort egy képen belül rögzíteni, és az alkotói folyamat, amiben a befogadó is fontos szerepet játszik azzal, hogy kiegészíti ezt a történést, hogy befejezi a saját gondolataival. Hát ezek a nézőpontok, meg kivágások az én munkáimban most is jelen vannak, azt hiszem, meg a színezet és azok a komponálási, megvilágítási elvek, amit használ a film is, de ezen túl most próbálom a test felől megközelíteni a test és a lélek kapcsolatát, ezért vannak ilyen témák, amiket láttok, például a Lebegés című munkáimnál, amire több változat is készült, egy felülnézeti nézőpontot alkalmazok, ami számomra összefüggésbe hozható az önreflexióval is. Jelenik meg az a snitt, amit a film is használ, és szerintem nagyon alkalmas, mint egy ilyen részlet, egy emlékkép, vagy az én elképzelésemben ez így jelenik meg, mint egy felső, felülemelkedett nézőpont, ami keresztül láthatjuk önmagunkat, meg ez is kérdés, vagy kikövetkeztethető, hogy engem érdekel így a mű, alkotó, alkotás hármasának a problematikája, hogy ki a néző végül is. A szívek kérdése kapcsán megkérdezték tőlem, hogy mit jelent ez, vagy hogy ez egy belső szerv, vagy egyes kultúrákban a szeretet, ugye az érzelmek megnyilvánulása, máshol az erő is, hogy mondjam meg, hogy ez mit szimbolizál nálam. És tulajdonképpen ez mind együtt, mert én úgy gondolom, hogy egy műnek több értelmezése lehetséges, akár egymással ellentmondásosak is egy időben. Meg ahogy változnak a korok, nyilván a tárgy az marad, és mindig új jelentés fűződik hozzá. Meg ezek változhatnak és elkophatnak, vagy felülíródnak, és ez nagyon foglalkoztat engem. Így az egyik szívet a címe, amikor egy ajtó becsukódik, kinyílik egy másik, ott kiszerkesztettem a perspektívát. Azonban a figyelmes szemlélő észreveheti, hogy az ajtó, ahogy kinyílik, valamint ez az alak, az már más nézőpontból és helyzetből van megjelenítve. És éppen annyi látszik a megvágás által a képből,
hogy nem tudjuk, hogyan fejeződik be ez, csak a néző elrugaszkodásától, vagy földhöz ragadtságától függ. Említeném itt a hátam mögött látható képet, ahol a perspektíva kezdett el érdekelni. Daniel Arezzo írásait olvastam, hogy a reneszánsz művészetbe kerül ez elő, az angyali üdvözleteknél a perspektíva, mint olyan, ami képes a világ megkettőzésére, vagy leképezésére ugyanazt jelenti, mint a valóság. Én helyenként ezt átírom, ahogy a festményeken is, ezt mégis felülírja Mária alakja például, vagy az angyal és Mária közti üzenet, ami Krisztus jelenti, ott kihagyják az oszlopot, mert az ő szimbólum az oszlop is. Például ennél a képnél én elhúztam a perspektívát, összemostam ecsettel, ez olyan, mint egy ilyen lebegő állapot, ami elmozdul. Itt Pietro Manzoni munkássága jutott eszembe, mikor ezt készítettem. Nekem nagyon tetszik, hogy műben mindig benne van egy rész az alkotóból is, a lélegzete vagy az aktuális lélekállapota, ez mindig egy lenyomat. És ezért adtam a lélegzet címet. Ez egy nagyon nehéz kutatás, mert hogyan ragadható meg a lélek, meg mi is az, meg ezek nehéz kérdések. Gondolom, csak ilyen hermeneutikai köröket lehet futni, hogy már majdnem sikerült valamit mondani, aztán újból kezdődik a kutatás. Most pedig következzen Karina férje, Szabó Zsolt, aki a fotón keresztül foglalkozik a Memento Mori témával. Ez egy sorozat, ez 9 tagból épül föl. Magának már a számválasztásnak is van egy misztikája, igazából a 9-es szám az mindig egy ilyen transzcendens, egy kicsit ilyen misztikus, ilyen természetfeletti dolgokra utaló szám. És hát nem véletlenül választottam ezt a 9-es kompozíciót. Egy kicsit vissza kell mennünk így a 19. században, amikor a fotográfia megszületett, egy kicsit így az alkímia, kicsit így a miszticizmus felől jött. Aztán persze természetesen a fotónak tudományos, dokumentarista és nagyon sok egyéb felhasználási területe van, és nyilván nem is erről kívánok beszélni. Én kívántam megtartani ezt a kicsit ilyen többértelmű, szublimát üzenetekkel teli megfogalmazást, és ehhez vágott igazából maga a Memento Mori, mint téma. Igazából a születés, az élet, az elmúlás kérdése az minden művészeti korban, minden alkotói folyamatban bent van, a képek való lesz próbálják tükrözni. Az első felvétel az egy virágzó fát ábrázol, az a születés pillanata is. Megtalálható a barátság, a család, a megtisztulás, az otthon, magának az ünnepnek az életben lévő fontossága, de ugyanakkor nyilván elérkezünk egy az élet befejező pillanataig is, vagy akár az égi születésnapunkig is. Ezt fényekkel egy függönyös háttérre próbáltam illusztrálni, illetve karácsonyfa díszes madarakkal a maga képi világba beemeltem a Sixtusi kápolnának, egy híres felvételnek, úgymond ábrázolását, az érintés, Ádám teremtését, és ezáltal is próbáltam arra utalni, hogyha valami véget ér, akár ebben a sorozatban is, mert a sorozat utolsó elem egyébként, lehet, hogy kezdődik minden előről. Thank you.
Ezeket a kereteket úgy találtuk, részben kidobott keretek voltak, ezeket értelmeztük újra, újra festettük, hogyha kellett, akkor bizonyos részeket ki is törtünk magából a keretből, hogy megszakítsuk azt a konformatív, egységes felületet, és egy kicsit még inkább merészebb legyen a kifejezés. Van, ahol a kép tovább folyik a kereten, tehát nem akartunk egy egységes, zárt kompozíciót, igazából mindegyik keret önálló alkotás a kép mellett. De mégis egy egységet így képviselnek, hogy kép, keret, és a, ami még fontos lehet, hogyha a keretre rákérdeztél, hogy az egyik fotográfia sincsen lezárva üveggel, pontosan nem akartam egy közbenső szereplőt még maga a kép és a szemlélő közébe rakni, és hát így ezeknek a zsiklinyomatoknak a természetszerűsége, maga a saját élni kívánó mi volt, azért jobban átjön. Ezek művirágok, azt tisztáznék, hogy ezek kidobott, már úgymond szükségtelenné vált temetői művirágok, és ezeknek próbáltam egy új értelmezést adni, illetve egy párhuzam van a képek, maga a fotó természete és a művirágok között. Ugye a művirág sem volt sosem igazi virág, mindig valamit próbált hasonlítani, lehet, hogy már tökéletes minőségben is, de sosem lehet egy igazi virágnak a megnyilvánulása. Ugyanez igaz a fotóra is nyilván, nagyon közelít a valósághoz, és majd egyszer mondom, hogy a dokumentarista meg a tudományos csillagászati egyéb ilyen fotó felhasználást, az természetesen az egy más történet, de hogy az alkotói fotográfiában a képet létrehozó látvány, a fényeknek úgymond a rajzolata, az árnyékok, a tónusok, kontúrok nem feltétlenül 100%-ig fedik a valóságot, sőt, és igazából ez a kettő párhuzam volt egy fontos kiinduló pont, hogy egy nem létező valóságot mutat a művirág, és ugyanez a természete valahol ezeknek a képeknek is, ami az alkotói fotográfia csoportjába tartozik. És hát a képi világa is, itt megtalálhatunk egy olyan lakókocsit, ami igazából már az enyészeté vált, megtalálhatunk a felvételeken a 30-as évekből névjegykártya kínáló inast, megtalálhatunk régi karácsonyfadíszeket, és mindez egy kicsit így visszakanyarodva a témára, a Memento Mori-ra, egy kicsit emlékeztet, de ugyanakkor mindek, ezek még mindig itt vannak, de elsősorban a karácsonyfadíszekre utalok, így a létezés meg az újraértelmezés ezeknek a dolgoknak, ez a képeken visszajön. Fontos az, hogy a képekben ne csak a saját állásfoglalásomat mutassam be, hisz van egy álláspont, amit a fotós képvisel, van egy álláspont, amit azt tükröz, ami a képeken viszont látható, de van egy harmadik szemlélő is, az maga a környezet, az adott kor, az adott társadalom, az adott embereknek a gondolkodása, filozófiája, vagy annak a kornak az üzenet, amiben ezek az alkotások el vannak helyezve, és innétől kezdve viszont ez egy teljesen új értelmezés, és ezt nem szeretném lezárni, sem keretekkel, sem dokumentarista fotográfiával. Most pedig következzen programajánlónk. Ajánlónk elején nézzük, milyen új kiállításokkal bővül a képzőművészeti kínálat. A Nádor Galériában 20-án délután 5-től az egynapos szigorított szolgálat címmel nyílik tárlat. Egy nappal később a Nappaliban folytatódik a kávéházi esték pécsi műbarátoknak a Janus Pannonius Múzeum szervezésében. Nagy András esztéta ezúttal Haraszti Pál egy festményét boncolgatja majd Fekete Richárd irodalomtörténésszel. Majd 26-án délután 16:30-tól láthatjuk a Rácz-Aladár közösségi házban Ódor Bence István alkotásait. Zenei téren már erősen indul a hétvége, 20-án a Metronome Jazz Club vendége a Grancho kollektíva lesz az Estcaféban, pedig pécsi este várható a nemzetközi pécsi bandát, a Mongoose and the Magnetot, illetve a Cuba Librét hallhatjuk. 21-én ugyanitt a Belga áll majd a színpadon, Nappaliban pedig a Maiberian Sans Gullotz és Adlai című lemezét mutatja be. A Kodály Központban Bach hámol misét hallhatjuk,
a Luteránia Ének és Zenekar és a Budapesti Vonósok előadásában. 22-én szintén a Nappaliban a Deep Trio 5 éves szülinapját ünnepli, aztán visszatérhetünk az Estcaféba is ezen az estén, ahol a Pál utcai fiúk fognak koncertezni, vagy átmehetünk az Amperba, ahová egy berlini angol DJ Atenai érkezik. Vagy a Zsolnai negyedbe, ahol meg Szonya, akusztikus, illetve hegykoncertek lesznek. Aztán a hét vége végén az ünneplésé lesz a főszerep, 56-ról a Pannon filharmonikusokkal is megemlékezhetünk, akik ezen az estén Bogányi Tibor vezényletében este 6:30-kor Beethoven Egmont nyitányát és Bartók koncertóját játsszák majd, ezután pedig a Pécsi Nemzeti Színház Muskát és Ablakok című emlékprodukcióját láthatjuk. Színházi téren két újdonságot láthatunk a városban, a Szabad kikötőben Bacskó Tünde és Mata Lóránt eleveníti meg 56-ot, 22-én este 8-kor. Továbbá 24-én a Zsolnai Színházban egy Orlai produkciót, az Egy őrült naplóját láthatjuk. Gogol művét Bodó Viktor rendezte és Keresztes Tamás játsza. Végül pedig nézzük, milyen mozis élményekben lehet részünk. Premierje lesz a Jack Reacher második részének a Nincs visszaútnak, a Langelmék című vígjátéknak, valamint csak az Apollóban láthatjuk majd a Gagarin életét feldolgozó orosz történelmi drámát. Ugyanitt 24-től 28-áig 56-os filmhét lesz, így minden délután megnézhetünk majd egy filmet a témában, a Megáll az időtől az Eldorádon át a Szabadság szerelemig. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!